Mennyit tudnak a belgrádiak az 1956-os magyar forradalomról? Tudnak-e róla egyáltalán bármit? Sőt, érdekli-e őket? Nos, úgy tűnik néhányukat biztosan. A Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi helyi szervezetének helyisége megtelt szerda este annak hírére, hogy két vajdasági alkotást vetítenek majd a forradalommal kapcsolatban. Nebojša Marjanović, a VMS belgrádi szervezetének elnöke elmondta, a vajdasági magyarok meglepődnének, ha tudnák, hogy a Belgrádban élők mennyit is tudnak az 57 évvel ezelőtti október 23-ai eseményekről. Jako puno znamo, ostalom u našoj biblioteci imamo puno knjiga koje se bave ovom tematikom. Izuzetno smo dobro to proučili i postoji veliki interes za proučavanje istorije koja spaja naša dva naroda. Vicsek Károly Bolygótűz című filmje Deák Ferenc műve alapján készült, és készítője szerint a szerb nézőknek is sokat jelenthet. 56-tal ugyanis az akkori szerb irodalom többet foglalkozott, mint a magyar. Csosics ott volt az 56-as események közepében, ő meg is írta a Hét nap Budapesten című naplójában. Iván Iványi regényt írta budapesti forradalomról, egy pesti ősz, egy magyar ősz címmel, és Radoslav Petkovicsnak is a Sorsok és kommentárok című regényében egy egész fejezet szól a magyar forradalomról. Hogy a határőr szerveknek ne legyen feltűnő. A belgrádi nézők Siflis Zoltán Töredékek című dokumentumfilmjét is láthatták, amelyben két vajdaságban letelepedett magyarországi menekült val az 1956-os eseményekről. Siflis Zoltán válogatásában a közeljövőben több vajdasági magyar filmet is bemutatnak Belgrádban. Erre bármikor rá lehet kapcsolódni egy aktuális politikai témával, hiszen azok a filmek, amik majd itt bemutatásra kerülnek, ezek mind kötődnek azokhoz a történelmi eseményekhez, amelyek aztán a 90-es évekbe oda vezettek, hogy megalapítottuk az első érdekvédelmi politikai szervezetet, majd a VMS-t. Elhangzott, hogy nagy az érdeklődés a magyar filmek iránt, ezért lehetőség szerint havonta egyszer szerveznének még hasonló esteket.